Köszöntöm nézőinket! Ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Édes kömény lett a legjobb. Több minta és több látogató érkezett a Gyulai Mézes Fesztiválra. Halmos Bélára emlékeztek. Háromnapos programsorozattal ünnepeltek a néptáncosok. Lezárják a Fekete-Körös hídját. December 11-én a közútkezelő végez javítási munkálatokat. Mikulás a karácsonyiban. A katolikus iskolában is megajándékozták a gyerekeket. Nótaest a Vigadóban. Beteg kislány gyógykezelését támogatják a befolyt összegből. Mikóné hírt beállt a Gyulai Méhész édes köménye lett 2017-ben az év méze. A 10. mézes fesztiválon mind a beküldött minták, mind a látogatók száma felülmúlta a korábbi éveket. Ez a nap híre. Péntek délután a Városháza dísztermében kezdődött meg a 10. Gyulai Mézes Fesztivál. A hivatalos megnyitón Görgény Ernő polgármester tekintett vissza az elmúlt egy évtizedre. Kiemelve, ezen időszak alatt rengeteget fejlődött a program, a város egyik meghatározó rendezvényévé vált. Kis rendezvényként indult, és évek szívós munkájával nőtte ki magát egy országos jelentőségű, turisztikai jelentőséggel is bíró egyúttal szakmai rendezvényét, amely Gyulán az adventi időszak legnagyobb szabású és egyik legkedvesebb rendezvénye számunkra, gyulaiak számára. Itt pedig már a lovagrendek látványos felvonulása látható a belvárostól a Gyulai várig, ahol felavatták a mézlovakokat. A szombati napon a méhészeti bemutató és vásár játszotta a főszerepet a Prohászka Zsolt tornacsarnokban, ahol a legújabb eszközöket és más termékeket lehetett megismerni a szakma képviselőinek. Van, aki tudatosan jön, tehát itt sok eszköz van, sok mindent megkapunk, be tudunk szerezni, de általában inkább csak nézelődni jönnek. A méhészeti eszközök elkészítése az évek során alapjaiban nem változott, de mindig vannak új trendek. Van viszont mindig technikai újítások vannak, minőségben, illetve kialakításban mindig igyekszünk fejleszteni, illetve hát a felmerülő igényeket kielégíteni, amelyekben vannak. A nem szakmabeli érdeklődőknek lehetőségük volt számos mészfajtát megkóstolni és sok mindent megtudni a méhészet kulisszatitkairól. Láthatják, hogy mennyit foglalkozott mondjuk egy méhész a mézével, mire már mondjuk kikerült piacra például. Beszélgethetnek is, mert szívesen elmondanak mindent egyébként. A Mézes Fesztiválon mézes kalácskészítők is képviseltették magukat látványos kompozíciókkal. A jó mézes kalács titka a megfelelő alapanyagok mellett az előkészítésben rejlik. Jó ki kell dolgozni a tésztát ahhoz, hogy szépen simuljon az a tészta, egyenletes legyen a tésztája. Az árusok számos mézfajtát kínáltak az érdeklődőknek, a megszokottak mellett különlegességeket is, de mindig vannak slágertermékek. Természetesen az akác, ugye, mivel hogy hungarikum és nehezen kristályosodik, de ugyanolyan népszerű most a hás, a megfázások időszakát éljük, illetve a repceméz, ami az egyetlen lúgosító mézfajta. A méz önmagában is egészséges, de találkoztunk olyan termékekkel, melyek gyógynövényekből készültek. Főleg a Mária tövis, máj epevédő, méregtelenítő hatása közismert. Egyébként ezeknek a növényeknek a magjából Németországban gyógyszer készül. Mikóné hirdette a édes köménymézet. Itt pedig már a mézverseny eredmény hirdetését láthatjuk, ahol az év méze díját Mikóné Hirt Beáta gyulai méhész érdemelte ki édes köményével a beküldött 353 minta közül. Az állaga, az íze, jó volt az időzítés, amikor a pergetések történtek. Én ezt gondolom, hogy emiatt értem el ezt az eredményt. Az ágazat helyzete folyamatos javulást mutat, de sok tennivaló van még azért, hogy megfelelő rangja legyen a hazai méhészetnek. Ami nagy változás, és ez látszik itt a gyulai mézversenyen, ez mindig szembeötlő, hogy hogyan változik ez az ágazat, hogyan újul meg ez az ágazat, hogyan sikerül a generációváltás ennek az ágazatnak. A Gyulai Mézes Fesztivál az elmúlt 10 év alatt komoly rangot vívott ki magának. A rendezvény 3 napja alatt több ezeren látogattak el a helyszínekre. A rendezvény eljutott arra a szintre, hogy most már nehéz kezelni. Egyre több segítséget próbálunk meg bevonni, ebbe partnereink, a turisztikai partnereink segítenek mindenben, amiben tudnak, és nem csak a helyi vállalkozások segítenek benne, hanem a most már megyei szinten is egyre több vállalkozás bekapcsolódik abban, hogy ezt a rendezvényt ilyen színvonalon tudjuk megrendezni. A Gyulai Méz Fesztivál zárónapján kulturális és gyermekprogramokkal várták az érdeklődőket. Koncert, táncház és népzené műsor is szerepelt a programok sorában a hétvégén megrendezett Halmos Béla Fesztiválon.
A rendezvény keretében megkoszorúzták a táncház mozgalom elindítójának gyulai emléktábláját. Muzsika szóval fogadták Halmos Béla tisztelőit Ecseri utcai házánál, ahol a 2013. júliusában elhunyt népzenész, népzenekutató emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött a tiszteletére rendezett megemlékezés. Patyi Zoltán, a fesztivál szakmai vezetője örömének adott hangot, hogy egy ilyen rendezvény sorozattal emlékezhetünk Gyula díszpolgárára, majd a jelenlévők elhelyezték a tisztelet koszorúit. Kúnya István alpolgármester hangsúlyozta, azért is fontosak ezek az események, mert sokan nem is tudják, hogy ki is volt valójában Halmos Béla. Sajnos nincs helyén kezelve, kevesen tudják, hogy Halmos Béla milyen nagyszerűt alkotott városunknak is, milyen nagyon nagy alakja volt ő. Azt gondolom, hogy ez nekünk a jövő generációjának is a feladata, hogy méltóképpen helyére tegyük, hogy mekkora nagy zenei alkotó művész volt ő a maga korában, és milyen nagy hiány számunkra, hogy már nem lehet velünk. Ezek a felvételek pedig már az Erkel Művelődési Központban készültek, ahol gyermektáncházba várták a fiatalokat a fesztivál egyik programjaként. A szervezők szándéka az volt, hogy Halmos Béla emlékét úgy ápolják, hogy az méltó legyen az ő személyéhez. Ő ezt az oldalát szerette, a táncházat, a mulatást, a zenét, nem elsősorban színpadi ember volt, hanem közösségi ember. Utolsó pillanatig a Palamajka zenekarral, illetve a Sebőjékkel táncházat csinált, tehát ő biztos, hogy örülne, hogy nem csak az ünnepi emlékezős jelleg, hanem ez a szórakozás is helyet kap. A három nap alatt a táncház mellett koncerttel és emlékműsorral is tisztelegtek Halmos Béla előtt. Karbantartási munkálatok miatt december 14-én lezárják a Fekete-Körös hídját Gyula és Sarkad között, tájékoztatott a Magyar Közút ZRT. Azt írták, a munkavégzés idejére félpályás, jelzőörös forgalomkorlátozás is időszakosan december 14-én délelőtt két alkalommal is teljes hídzárat vezetnek be. A teljes hídzár időtartama a tervezett munkavégzés függvényében változhat. A teljes lezárás alatt a gépjárművek a Sarkad-Doboz-Gyula terelő úton közlekedhetnek. Több mint 200-an vettek részt a Gyulai Nóta Kedvelő Nyugdíjasok Klubja által szervezett jótékonysági gálán a Vigadóban. Az est során befolyt bevételei részével az Egyesület egy pár hónapos kislány gyógykezelését támogatja, akinél májdaganatot diagnosztizáltak. Ahogyan a nóta mondja, hogy akinek nótája nincsen, annak szíve sincs, akkor bizony Gyulán sok mindenkinek van szíve. Egy magyar nótából származó idézettel kezdte köszöntőjét a Gyulai Nóta Kedvelők jótékonysági gáláján Görgényi Ernő. A polgármester elmondta, az eseménynek helyszínéül szolgáló Vigadót évekkel ezelőtt azért újították fel, hogy a gyulai emberek ehhez hasonló értékőrző és közösségi rendezvényeket szervezzenek benne. Szerettünk volna méltó helyet teremteni azoknak a gyulai közösségeknek, amelyek kulturális tevékenységet folytatnak, azoknak a civil szervezeteknek, amelyek közösségi életet szerveznek. Ezért is nagy öröm, és úgy gondolom mindannyiunk számára nagy öröm, hogy Gyulán megalakult 3 évvel ezelőtt körülbelül a Nóta Kedvelők Egyesülete, amely tagjai rendszeresen összegyűlnek a felújított művelődési központban, és időnként pedig a felújított Vigadóban egy szép összejövetel tudnak maguknak szervezni. A Gyulai Nóta Kedvelő Nyugdíjasok Klubja rendszeresen szervez hasonló eseményeket. A mostani gála abban számított rendhagyónak, hogy az est bevételének egy részével Csató Dorottya gyógykezelését támogatják. A pár hónapos gyulai kislánynál 7 hetes korában diagnosztizáltak májdaganatot. A nyugdíjas klubtagok azt szeretnék, ha a számukra éltető erőnek számító magyar nóta az ő felépülésében is segítséget nyújtana. Nekünk a magyar nóta egy éltető erő, gyógyít, felszabadít a mindennapi gondolatainkból, munkánkból. Hát nem egyszerű megszervezni, de szükség van rá. Tehát ennek a korosztálynak ma már nem is igen van lehetősége, hogy hol szórakozzon egyet. És itt az élő példára, csak be kell nézni a vendégseregre, hogy mennyien vannak azok. És most a nóta énekesek is úgy jöttek el, hogy tehát nem gázsiért, mondjuk úgy, hanem tehát tiszteletből meghívtuk őket, hogy a kislánykának a segítésére tudjuk adni az összeget. A gálán 220-an vettek részt, meghívott vendégek érkeztek Nyíregyházáról és Egerből is. A karácsonyi általános iskolába is megérkezett a Mikulás. Elhangzott, ez az ünnep fontos értékeket közvetít.
Emelkedett volt a hangulat péntek délután a karácsonyi általános iskolában. A kisiskolások a harmadikosok műsorával várták a Mikulást. Örülök, hogy végre megérkeztettem ide hozzá. Az iskolások mellett az Apor Vilmos óvoda nagy csoportosai is kaptak ajándékot, de odafigyeltek arra is, hogy a gyerekek az ajándékozáson túl az ünnep igazi jelentéséről is képet alkothassanak. A keresztény ünnepek közül talán az egyik legszebb a Mikulás napi ünnepség, amikor Szent Miklós püspökre emlékezünk. Ez a több száz évre visszatekintő hagyomány olyan fontos értékeket közvetít, mint a szeretet, az önzetlenség, egymásnak a megsegítése. És hát természetesen ezeknek az értékeknek a mindennapokban is jelen kell lenni, de ezen a napon még jobban fölhívjuk a gyerekeknek a figyelmét arra, hogy nem csak ajándékozással, hanem jó szóval, cselekedettel is lehet egymásnak örömet szerezni. Az ajándékok átadásakor a Mikulás minden osztály számára megfogalmazott egy-egy üzenetet, a legkisebbeket pedig személyre szabott útravalóval látták el. Kerékpárosok okoztak balesetet az elmúlt napokban Békéscsabán és Gyulán. Péntek este Békéscsabán a Jókai utcán egy kerékpáros fiú úgy hajtott át az úton, hogy nem adott elsőbséget egy személygépkocsinak és összeütköztek. A 14 éves fiú egy 14 éves lányt vitt a kerékpár csomagtartóján. A balesetben mindketten megsérültek, állapotuk nem súlyos. Szombat délután egy kerékpáros nem adott elsőbséget egy személygépkocsinak a Gyulai-Temesvári úton és összeütköztek. A kerékpáros férfi, aki a gyanú szerint ittosan közlekedett, könnyebben megsérült. Újra áldották az Epreskert utcai Ferences romkertet. Rövid hírek következnek. István királynak szíve gazdagsága. A Karácsonyi János általános iskola kórusának műsorával kezdődött a Ferences kolostor és templom szentély maradványának újraáldási ünnepsége az Epreskert utcai romkertben. Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében kiemelte, ez a nap azért is különösen fontos, mert egy nagyon jeles gyulai történelmi emlékromjait sikerült konzerválni és újra megkutatni. Kovács József általános püspöki helynök ünnepi gondolataiban kifejtette, azt mai napig nem lehet tudni, hogy miért ideépült a templom, mert annak idején Maróti János 5. Márton pápától már engedélyt kapott, hogy Gyulaváriban építse azt fel. A ferencesek annak idején olyan városokban telepedtek le, melyek megfelelő számú lakossal rendelkeztek, így biztosítva a barátok folyamatos fennmaradását. Wertheim Mátyás szegedi ferences gárdián plébános kiemelte, hogy a több mint 1000 ferencesből alig 100 fő maradt, ezért mentek el innen is, mert ezzel a létszámmal nem tudták fenntartani ezt a kolostort. A plébános a beszédét követően megáldotta a szentély maradványt, ami különösen nagy jelentőségű volt számára. Az ünnepi rendezvényen elhangzott, a város vezetésének érdemes azon gondolkodnia, hogy a jövőben hogyan lehetne tovább bővíteni a romkertet. Régen bizony hős volt, aki vérét adta. Istenért, hazáért, szeretett családért. A véradókhoz írt saját versét mondta el Dénes György azon az ünnepségen, ahol a többszörös gyulai donorokat ismerte el a Magyar Vöröskereszt területi szervezete. Alt Norbert alpolgármester köszöntőjében példaértékűnek nevezte mindazok segítségét, akik ilyen módon tesznek embertársaikért. Csébi Lajos 70-szeres véradó 1976-ban adott először vért, azóta, amikor teheti, rendszeresen ad, mert fontosnak tartja, hogy ilyen módon is segítsen másokon, hiszen ezzel szülei példáját követi. A Magyar Vöröskereszt 1988 óta ünnepli ilyenkor évvégéhez közeledve a donorokat, idén a 90-szeres véradókat is köszöntötték, összesen 82-en részesültek elismerésben. Egy véradással három embernek lehet segíteni. A vérkészletek utánpótlása azért is nehezebb jelenleg, mert a fiatalokat elég nehéz manapság megszólítani. A véradással a donor a betegeken túl saját magának is segít. A rendezvény végén azokat a támogató cégeket, intézményeket ismerték el, amelyek munkájukkal segítették a véradás ügyét. Így többek között a Gyula Televízió is elismerésben részesült. Az idősügyi tanács programját ezennel elkezdeném. Évértékelőt tartott a Gyulai Idősügyi Tanács csütörtök délután a Komló Hotelben. Az eseményen 5 napi rendi pontot tárgyaltak a megjelentek. Elsőként a gyulai nyugdíjas szervezetek működéséről, programjaikról, valamint a közösségi életükről volt szó. Az eseményen elhangzott, az idősek leginkább a kirándulásokat szeretik,
de mellett népszerűek voltak a különféle előadások is. A városban élő nyugdíjasokban felmerülő kérdéseket minden ilyen alkalommal megválaszolja a tanács. A Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének létszáma bővült a 2017-es esztendőben. Jelenleg 11 szervezettel dolgozik együtt, a taglétszám pedig több mint 400 fő. A tanácskozáson szó volt az élethosszig tartó tanulásról is. Az idei évben 99-en 4 kurzusban vesznek részt. Ezek január végéig tartanak. Ezt jövőre is szeretnék folytatni, akár több szakkal is. Hoztunk egy kis szaloncukrot, mert tegnap a télapónál nem volt ki, másnál már több. Szaloncukrot osztott a Jobbik helyi szervezete a gyermekkórház betegeinek. A karitatív akcióban Andor Bohóc segédkezett, aki további ajándékokat adott a gyerekeknek. A Jobbik Magyarországért Mozgalom gyulai szervezete évek óta több száz kilogramm szaloncukrot vásárol karácsony előtt. A város, illetve a választókörzet óvodáit járják körbe, hogy a gyermekeket megajándékozzák az ünnepi időszakban. A Jobbik helyi szervezete a következő hetekben több helyi intézményt is meg fog látogatni. Minden évben most is meg szeretnénk kérni veleteket, hogy a piacnak a fenyőfáját, az íszeiteket díszítsétek. Együtt díszítették a fát a piacon a gyerekek. Ez a program már több éves hagyománynak számít. Annak is múltja van, hogy a Békessugárúti óvodások adnak ilyenkor műsort. A gyerekek egy sállal mutatták be a megtanult koreográfiát, melyet a hozzátartozók mellett piaci árusok és vásárlók előtt adtak elő. A műsor után a program közös karácsonyfa díszítéssel zárult. Télen egy kis csapadék elég ahhoz, hogy megnehezítse a közlekedést. Az útburkolatok csúszósá válása nem csak az autós közlekedést nehezíti meg, de kerékpárral és gyalogosan is óvatosabbnak kell lennünk. A fagyos napokon minden közlekedési eszközzel nagyobb a baleset veszélye. Ön oda szokott figyelni, hogy óvatosabban közlekedjen télen? Mi télen már nem mozgunk olyan sokat ki. Nyugdíjasok vagyunk, aztán inkább otthon maradunk, ha olyan veszélyesek az utak. Rendben. És általában gyalog közlekednek, vagy kerékpárral? Hát az a helyzet, hogy itten üdülni vagyunk. De otthon? És otthon kerékpározunk legtöbbet. Nem szokott baj lenni vele? Nem, hála, nem. Rendben. Még sose volt ilyen? Hát jó, esetés. Hát volt, hogy már elestünk, de hát akkor még fiatalabbak voltunk, aztán jobban. Tudtunk védekezni. Így van. Most már igen, jobban. Köszönjük. Hát inkább lassan megyek és odafigyelek. És gyalog közlekedsz inkább vagy kerékpárral? Inkább gyalog. Gyalog is volt már olyan, hogy itt télen elcsúsztál? Nem volt, még kerékpárral volt, csak gyalog mi nem volt. Mindenféleképpen a cipőviseletre, ugye mert ez a legfontosabb a világon, sajnos az ember több műtéttel hátra mögött él, létezik, és hát mindenféleképpen a cipő. Hát a járműre való felszállás, ami még fontos az életben, mert ott lehet a legjobban esni. Úgyhogy ezek, ami fontosak számomra. Kerékpárral autóval szokott közlekedni? Kerékpárral melyik inkább, de a legtöbbet gyalog. Legtöbbet gyalog, mert az a legegészségesebb. És volt már ilyen tapasztalata, hogy elcsúszott vagy? Sajnos igen. Sajnos igen. Egyik dombról jöttem lefelé, egy ilyen ónos esőbe, és sajnos akkor megcsúszom. És a fejemmel történt egy kis a féldát. Élek, és köszönöm szépen, hogy... És akkor azóta jobban odafigyel? Így van, mindenféleképpen ott változott a szemléletem, a felfogásom. Lezárult a Szent László év. 3-1-re nyert a Békés Csaba a Szeged Vilosics ellen. Subka Attila vezetőedző a Honvédnál folytathatja pályafutását. Lapszemle következik. Lezárult a Szent László év. Hit, nagy lelkűség, önfeláldozó bátorság, hazaszeretet. Ezek voltak a Szent László év hívó szavai. Erdő Péter bíboros prímás mutatott be háladó szentmisét a Szent László év zárása alkalmából a budapesti Szent István Bazilikában december 10-én, írta a Magyar Kurír. 3-1-re nyert az előre az évzárón. A nyári gyulai 4-1 után vasárnap délután hazai pályán is nyert a Békés Csaba a Szeged Grosics ellen. A csabaiak ezzel a harmadik, a Szeged Grosics a 17-en várja a tavaszt. A szeretetből sosem elég. Az orosházi Szikhátmen helye jelenleg több mint 200 kutya várja álomgazdiját. Ez idő alatt is szükségük van a gazdátanebeknek a szeretetre és élelemre, valamint az önkénteseknek olyan eszközökre, melyek folyamatos pótlásra szorulnak, írta az Orosz Café. Kitartanak a darvak a Fehér Tónál.
A kardoskúti Fehértónál a hideg idő beálltával is kitartanak a darvak. Jelenleg több mint 10 000 példányuk állomásozik itt, írta a kmnp.hu. A kontinensen belül Kardoskút térsége a darvak legészakibb telelőhelye. Kedden meleg rekord dőlhet, az enyhe idő mellett erősebb lehet a szél. A szerda már hideg és csapadékos lesz. Kedden is erős, de mérséklődő délnyugati szél fúj. Majd éjjel északira fordulva kezd ismét erősödni, lehűlést hozni. Napos, időnként mérsékelten felhős, szokatlanul enyhe idő várható napközben. Késő estétől északnyugat felől felhősödés, éjjel hirtelen lehűlés és szorványosan mérsékelt esők ígérkeznek. A hőmérséklet az éjszakai 8 fokról, kora délutánra 13 fokig emelkedik. Szerdára mérséklődik, legyengül a szél. Az évszakos átlaghoz közelít a hőmérséklet, borongós ég, kevés eső, estétől vékonyodó felhőzet várható. A hőmérséklet 6 fok körül alakul, éjszaka és nappal is. Lássuk még egyszer mai híreinket. Édes kömény lett a legjobb. Több minta és több látogató érkezett a Gyulai Mézes Fesztiválra. Halmos Bélára emlékeztek. Háromnapos programsorozattal ünnepeltek a néptáncosok. Lezárják a Fekete Körös hídját. December 11-én a közútkezelő végez javítási munkálatokat. Mikulás a Karácsonyiban. A katolikus iskolában is megajándékozták a gyerekeket. Nótaest a Vigadóban. Beteg kislány gyógykezelését támogatják a befolyt összegből. Ez volt a Gyula TV híradója. Most a Spiritus következik, utána a pódiumot láthatják. További jó tévézést kívánunk. Köszönjük figyelmüket!